Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV Tiva Natura televíziót láthatnak, és Másrangú Szeretettársalgás adássorozatunkban folytatjuk a beszélgetést Tóth Narellával. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szia, én köszönöm, hogy itt lehetek. Szeretek veled nagyon beszélgetni, mert egyszerre éled azt a tiszta önvalót, akinek tényleg ezt egyszerűen nem is tudom elmondani a nézőknek, van egy olyan sokadik érzékelőnk, amelyik túllát ezen a világon, és amikor valaki már megérkezik, és valaki már azt éli, aki valójában, és nem egy tanult, egy hozott, egy örökölt, egy elképzelt és megvalósított személyiséget. Tehát ez nagyon fontos, ez az utolsó gondolat, hogy a felébredett személyiség, a felébredett elme, a megvilágosodott személyiség, az nem egy tudatosan létrehozható és megteremthető és összeeszkábálható és tanfolyamokon könyvekből összeszedhető szintén az elme módszerével felépült és felépített valakiről van szó, hanem ez egyszerűen átjön, érződik az, hogy ki van ott és ki az, aki csak beszél róla. Ugyanakkor szeretnék veled arról beszélgetni ma, hogy szerintem nagyon sok ember gondolta komolyan már ezt az utat, azt, hogy ő igenis felkutatja, és minél jobban kutatja, annál jobban húzza magába, már próbálja a lélek, vagy az önvaló adni a jeleket, azt, hogy figyelj, te már ne azonosulj ezzel, vagy azzal, hogy még ezt is egy kicsit elfelejtenéd, akkor észrevennél, szinte kiabál mindenkiben az ő belső magja, az önvalója, hogy itt vagyok, de nem veszük észre. Tudsz ebben támpontokat mutatni, hogy esetleg vannak ennek tünetei, ami felett esetleg átsiklunk? Vagy olyan tünetek, amik még nem valósak, még nem a valóságról szólnak, de megfogjuk, és újra egy téves azonosulás csapdájába keveredünk. Kezdjünk el valahol elindulni ezen az úton, és akkor meglátjuk, hogy mi az, ami elmondható egyáltalán. Jó, jó. A megvalósított személyiség fogalma gyakorlatilag tényleg csak egy fogalom. Mert amikor valódi önmagadat éled, akkor folyamatos meglepetésekben van részed. Tehát azt is mondhatni akár, hogy nincsen egy darab személyiség, ami kialakul és úgy marad. Hiszen pont azok az elvárások, azok a szokások tudnak elcsendesedni, amik addig táplálták a meghatározó személyiségedet. Természetes módon, hiszen hogyha már szeretetből működsz, akkor megjelennek azok, amik egyértelműen mindenki számára felismerhetőek, amivel nagy szeretettel azonosulsz, és akár vállalnád be, mint egy új személyiség is. De ezen a ponton már nem figyelsz erre, amikor éberként élsz. Ennek nincsen jelentősége, hiszen nem megfelelni akarsz, nem azért jót akarsz tenni azért, hogy, hanem ami fakad belőled, annak utat engedsz. És ami fakad belőled, hogyha ez a végtelen, hogyha ez a szeretet, hogyha ez a tűz, ami arról szól, hogy felégessen minden elképzelést, akkor még az arról alkotott elképzelés is, hogy úgymond elperzselődik elég, hogy most te milyen legyél. És természetes módon ez egy külső szemlélő számára nem feltétlenül látható. Tehát, hogyha megfigyeljük a keleti bölcseket, vagy akár a nyugatiakat, elmondhatni, hogy igen, ott ül csendben, és mosolyog, és mondjuk lassan beszél, vagy óvatosan gesztikulál, de megtalálhatjuk azokat is, akik viszont abszolút nem így működnek a külső szemlélő szemével, és sok embert ez, hogy úgymond, megzavar.
és azt gondolja, hogy hát én nagyon olyanná szeretnék válni, vagy én nagyon nem akarok olyan lenni, hát én élni akarom az életemet, és nem akarok egy kőtetején, mint egy butha egy helyben semmit csinálni, mert én szeretek dinamikusan élni, én szeretek mindenben részt venni, és élvezni az életet, és a tapasztalat, és a személyiség csak az elmén belül kell, hogy valamilyen legyen. Mégis vannak ennek jelei. És az elme ezt megragadja. Tehát amikor elindul valaki ezen az úton, és ezeket a jeleket felfedezi a különböző mesterekben, vagy csak önmagában felfedezi, hogy ó, már nem úgy vagyok, mint a múltkor voltam, már másként reagálok, már másként működtetem, mert a környezetemben XY dolog, vagy személy megváltozott, már eredményesebb vagyok, akkor elkönyveli az elme az ego magának, hogy igen, egyre ügyesebb vagyok, és jaj, de jó. És ezek a legnagyobb csapdák. De természetesen, ha valaki elkezdi őszintén megfigyelni magát, akkor ezt felfedezi, hogy igen, értékelni kell mindazt, ami szépen virágzik, viszont tovább is kell lépni. Mert amikor én elkezdem azt magamnak, vagy a környezetemnek mesélni, hogy te figyelj, képzeld, ez már így megy, és ez már jaj, de jó, és jaj, de jó, akkor megint egy olyan dolgot táplálok, ami magam ellen dolgozik, hogy úgymond. A jelek. A jelek egy része ez. Elkezd a külvilág változni körülötted, hiszen belül elkezdesz nyugodtabbá válni, elkezdesz több mindennek örülni, elkezd a külvilág is visszatükrözni egyre több örömet, egyre több eredményt. És a legtöbb embernek igazából ez az egyedüli célja, hogy boldogan éljen a kapcsolataiban, és hogy eredményes legyen a munkájában, vagy abban, ami éppen előtte van. De ezek nagyon csak az első jelek. És egy ponton túl, érdekes módon ez már nem is válik fontossá. Ez a tükör csak addig lesz számodra tükör, amit tanít, amíg még tanulni akarsz belőle. Egy ponton túl az, hogy bármit elérj, ugye az másodlagossá válik, mert egy ponton túl, és ez egy másik nagyon fontos jel, megjelenik egy olyan húzó erő, egy mágnes, ami nem tudod, hogy hová húz, de egyre kevésbé érdekel a külvilág. Egyre kevésbé érdekelnek akár még a szeretteid is, és ez megrémíthet, mert már nem fontos, hogy ő mit gondol, nem fontos, hogy hogyan van, nagyon szeretem, és nagyon-nagyon jó vele, és a legjobbat akarom neki, de ennél sokkal fontosabb valami, amit nem tudok megfogalmazni. Azok a jelek, amikor már az anyagi javak nem érdekelnek, amikor eszközként látom ezeket, ezek is ennek a jelei. És persze van az, amikor ebbe bele lehet kötni, hogy de hát, hogyha a szeretet nevébe mész, és a felébredésről szól, akkor te nem lehetsz közömbös, akkor nem lehetsz érzéketlen, de ez valójában nem az. Ez csak egy olyan fajta elhivatottságnak, elkötelezettségnek az első jelei, amit egy bizonyos ponton látszólag érdektelenség mutat. De ez csak azért van, mert elkezdted értékelni azt, ami a mulandónál sokkal értékesebb, az állandó. És aztán, amikor ezen túlgördülsz, akkor persze ismét elkezded érzékelni a külvilágban az értéket, felfedezed a végtelent a mulandóban is, és akkor még szeretetteljesebbé válsz. Tehát vannak ezek a kis lépcsőfokok, amik be tudnak csapni, és lehet megrémülni, és a külvilág reagálhat negatívan, hiszen olyan, hogy most úristen, egy teljesen más személyiség lettünk, aki eddig szeretetteljes volt, és most hogy most magasról tesz rám, mert nem hív fel hónapokig. Ez ugye, ami látszik esetleg külvilág szemével, és belül pedig lehet, hogy egy nagyon mély folyamat zajlik, amiben a lehető legszeretetteljesebbek vagyunk mindenki iránt, akit fel se hívunk telefonon, és igazából belül érlelődik ez a dolog olyankor. Na és itt jön be az a képbe, hogy amit mi fogalomként, meg megélésekként, boldogságnak és szeretetnek nevezünk, az tulajdonképpen itt fog először feltárulkozni. Tehát itt mi a leggyönyörűbb költészeti szófordulatokat is elővehetjük, megpróbálhatjuk körülírni, megpróbálhatunk egyfajta mintát adni, hogy ha majd így érzel, akkor az már az lesz. A szeretet felett úgy tűnik, hogy nem nagyon van hatalmunk. Valamire vágyunk, de az, amikor az megérkezik, az visz minket is, tehát ez úgy visz mindent, hogy minket is kisöpör még minden olyan dolgot, ami nem volt a valóság, ami csak egy képzelet,
szüleménye volt. Tudsz-e nekem valami olyat mondani, hogy amikor tényleg így árad benned ez a szeretet, amikor már nem is hagyod, hogy azonosuljál bárkivel, vagy egy problémával, vagy egy helyzettel, vagy egy másik személye, személyiséggel, akkor megváltozik-e számodra a világ? Tehát egy boltba, ha bemész, valami másképp történik-e? Ugyanaz a társaság, ahova az előtt is jártál, de amikor te magad már az vagy, akkor megváltozik-e valami? Említetted ezt, hogy most már más, de hogy ténylegesen, amikor te a szeretet tér vagy, és már mindenkiben ekként a szeretet molekulaként, mondjuk így, vagy információjaként, vagy jelen, akkor ott ténylegesen van-e hatása a többiekre, a kapcsolataidra? Viselkednek-e másképp például? Egyrészt igen, viselkednek másként. Másrészt látni lehet azt, ahogyan beindul bennük egy folyamat, ami lehet, hogy azonnal még nem felfedezhető, lehet, hogy olyat tesznek, úgy nyilvánulnak meg feléd, ahogy ők is esetleg meglepődnek rajta, ahogy nem szoktak, ahogy nem tervezték, ahogy nem rájuk jellemző, és ez csodálatos. Ugyanakkor láthatod azt is, amilyen folyamatot ez beindít bennük, és mondok egy döbbenetes dolgot, amiről nem nagyon szoktam hallani, hogy beszélnek, de azon a ponton, amikor ilyen határtalan módon már a szeretet benned van, akkor szereted az összes szörnyűséget is. Szereted a csúnyát, a rosszat, a gonoszat. Tudom, ezek nagyon súlyos szavak, de az elfogadásban és a szeretetben minden benne van, és minden belefér. És látod azt is, ahogy ő szenved benne, és azt is szereted benne, és ezen a ponton úgy tudsz ráhatni, hogyha ezt ráhatásnak lehet egyáltalán nevezni, hogyha nem mondasz egy szót se, érzékeled, hogy az a szeretet, ami jelen van, az olyan szinten mossa őt át, amivel nem tud mit kezdeni, amivel lehet, hogy egy év múlva valami fantasztikum születik majd az életében, és ezt még nem lehet látni. De az, hogy veled másként viselkedik, az sokszor előfordul. Igen. Ezzel együtt ennél már sokkal fontosabb, mint hogy most akkor engem szerete, ha belépek egy ilyen közösségbe, és most már szerete, és most már elfogad-e, ennél sokkal fontosabb az, hogy látom, hogy együtt tudunk mosolyogni. Tehát a pillanatnak a jelentősége sokkal nagyobbá válik. És ez megint megfoghatatlan. De olyat is tapasztaltam olyanokkal kapcsolatosan, akikkel sok időt töltöttem együtt, és nem is nagyon beszéltünk ilyenekről. És újra meg újra találkozom olyannal, aki elmeséli, akár ha nem is vagyok vele sokat, hogy egy csodálatos csend és a szeretet benne is megjelenik. Látom, hogy meditál, anélkül, hogy meditálni akarna. Látom, hogy elkezdett a pillanatra figyelni. Látom, hogy másként fordul egy tevékenység felé, másként fordul a másokkal való együttlét felé. Például van olyan, akivel sokat voltam együtt, mert mindig együtt voltunk, amikor ő sütkérezni kezdett. És nem beszéltünk ilyen dolgokról, de mielőtt az a torta, vagy az a sütemény elkészült, a csend jelen volt, és láttam, ahogy természetes módon ráhangolódik, anélkül, hogy ő erre figyelt volna. És most imád mindig sütni. És aztán utána már átbeszéltük, hogy ennek egy része ez, hogy az a csend, az a végtelen, az az öröm, az a szeretet, amit olyankor megtapasztal, az olyan mélyen megérintette őt, hogy ugye valahol az elme a sütéshez kapcsolta hozzá, és ezért most imád sütni, mert az a legmélyebb meditációja, amiben újra meg újra találja magát, de hogy ez igazából mindig jelen van, és attól is független. Tehát vannak ilyen rejtett hatásai is, és mégis látható is. Igen, ezt akartam, vagy erre voltam kíváncsi, amikor kérdeztem azt, hogy milyen tünetek lehetnek, hogy igen, hogy keresse meg mindenki azt, ami neki egy tevékenység ugyan, de egy meditáció is egyben, ami egy
egy fantasztikus olyan állapotba, olyan dimenzióba tudja elvinni, és utána lehet, hogy ha valamibe érdemes belekapaszkodni, akkor talán ebbe egy darabig, hogy nem mindig a szörnyűség meg a szenvedés, ez a szenvedés által tanulunk, a fájdalom által tanulunk, az elvesztés által értékelünk. Tehát, hogy nem feltétlenül, ez nem egy kőbe vésett valami, hogy csak így, igen, az elme meg az ego, az így tanul. De akik mi valójában vagyunk, az már mindent tud. Ott inkább azt kell lehámozni, akik mi nem vagyunk. Marella, amikor valaki megéli már ezt a nagy szeretetet, és amikor már te is érzed, hogy te mind egy vagy mindennel, nem csak olyan irányban, hogy te benned ott minden élőként, valóságként megjelenik, felbukkan, hanem te is felbukkansz mindenkiben egyfajta valóságként, akkor van-e igény még arra, hogy párkapcsolat, társ? Azért kérdezem ezt, mert ha megnézed, ez a sok ember, még azt is megmerem kockáztatni, hogy azt mondom, hogy mivel az embernek ez az elsődleges feladata, hogy ezen az úton önmagára találjon, ezért nagyon-nagyon nagy ramazuri van most a kapcsolatok között. Nem csak a párkapcsolatok, úgy egyáltalán az emberek között, ember és természet között, ember és állat között, ugye megegyelek, ne egyelek, szennyezzelek, ne szennyezzelek, legyen-e társam, ha önmagamba véve boldog, egyedül is teljes vagyok, akkor minek nekem egy társ, vagy a meglévő kapcsolatom, ami még nem ebből a szeretetből forrásozik, de összeköttetett. Hogyan, mit csináljunk most szerinted? Tehát én rengeteg olyan mindenkivel találkozok, fordulnak is hozzánk nagyon sokan segítségért. Beleszerelmesedtünk az ikerlen kapcsolatok ideájába, mert aki viszont meg már egyre közelebb van és a szeretetből forrásozik, óriási intenzitással, isteni minőségben tudja megélni a szerelmet, a szexualitást. Hogy mit csináljunk most a kapcsolatokkal? Kell ezzel foglalkoznunk? Egymás segítői vagyunk, egymásra azért itt igenis rászorulunk, addig, amíg ezt az isteni mi voltunkat, vagy ezt a tiszta önvalót, ezt a mély csend állapotát meg nem találjuk, és nem azt éljük. Mi történik addig és azután? Igen, elkezdted közben megválaszolni a kérdést. Nem, azért. De igazából ez azt jelenti, hogy pont erre szerettem volna először is reflektálni, hogy lehet, bármit lehet, és bárhogyan lehet. És igen, mindenkinek az útja egyedi, ilyen módon is. Mégis, mivel a dualitás világában élünk, és minden és mindenki tükör, egy partner nem gát, hanem pont eszköz tud lenni abban, hogy felismerjük, hogy mi az, amit meg kell, hogy önmagunkban is lássunk, és hogy felfedezzük, hogy hogy lehet együtt élni azzal, aki nem én vagyok, aki más, mint én, akitől elkülönülve érzem magam, akkor is, hogyha mondjuk nem tetszik elsőre benne valami. Az életünkben folyamatosan tükrökkel találkozunk, és mindenki mutat valamit. És vannak olyan időszakok, amikor jól esik együtt lenni valakivel, és jól esik időnként egyedül lenni és csendben lenni. És az önmegismerés útján nagyon sokunknál előfordul az, amikor azt mondjuk, hogy most mindenkiből elegem van, és most egyedül akarok lenni. Nekem is volt ilyen időszakom több éven keresztül. Hát én csak antiszociálisnak neveztem magamat, nem nagyon találkozgattam emberekkel, nagyon-nagyon ritkán. Ugyan nem zártam el 100%-ig magam a külvilágtól, de alig találkoztam valakivel is. És ennek egy olyan igény volt a forrása, hogy láttam, hogy mi az, amiben pörgök a párkapcsolataimban. És azt mondtam, hogy jó, most én szeretném felfedezni azt, hogy hogyan működök tőle függetlenül, vele együtt, és úgy egyáltalán, hogy az a stabil, hogy az, amit felfedeztem, az a végtelen, az hogyan tud stabilan élni bennem, vagy hogyan tudok akként megnyilvánulni. Ez általában ilyenkor szokott bekövetkezni, amikor az emberben ott van az a húzóerő, és tudja, hogy a külvilágra állandóan elmegy a figyelme, és szeretné összpontosítani arra, ami a legfontosabb. És ha megjelenik ez az igény, akkor lehet engedni neki, és csökkenteni az interakciót. Van, akik teljesen elzárják magukat, de azért ez a mai világban kevésbé megvalósítható. Viszont az, hogy te csendesebb legyél, hogy kevesebb
partira menj el, hogy kevesebb aktivitást csinálj, ez igenis és megvalósítható napjainkban is. Van, akinek erre nem jelenik meg igénye. Mégis nagyon sokan viszont egyedül vannak, és ennek viszont nem csak ez lehet az oka, hanem mivel egyenjogúság van, és mivel az internet már mindent bemutatott, ami a világban létezik, ezért mindenki elkezdte kikérni magának, hogy úgy legyen, ahogy ő akarja. Hogy úgy élje az életét, ahogy ő akarja, senki ne szóljon bele, és a tudattalan elme szintjén, vagy az ego szintjén jelenlévő ellenállás, a világgal szembeni ellenállás, a partnerrel szembeni ellenállást eredményezi, és ezért nagyon sokan szingliként éljük, vagy élik az életüket. És ezt gyakran összekeverik vele. És ezt nagyon fontos felfedezni. Tehát más az, amikor belülről a teljesség hívószavából fakad az, hogy most önmagadra kell figyelni, és más az, amikor harcolok mindenki ellen, vagy nem vagyok hajlandó senki ellen harcolni, de mindenki hagyjon békén, és sértődötten félrevonulok. Ezt mindenképp le kell leplezni, mert ez csapda. Amikor már így mindenben ott vagy, és mindennel egy vagy, mennyire van szükséged a világra? Mennyire fogadod el a világot annak tükrében és tudatában, hogy nem valóság már? És hogyan tudod megvalósítani itt fizikai síkon azt, hogy ugyanúgy örülj, hogy megenged magadnak az anyagi javakat? Most nem az elvi, filozófiai részről beszélnék, hogy mit kell, hogy mutassunk példának mások felé, vagy mi az, ami, hanem hogy igenis ez a test, ez éhes, ez fázik, ez egy koldus. Tehát amíg ebben az anyagi testben mi létezünk, egy koldusnál senki sem több. Mert el kell adnod a munkaerődet, valami valahonnan táplálékhoz kell jussál, ha csak nem akarsz egy ilyen rablósdiba visszamenni. De hogy a legmagasabb tudatosságban, amikor tudod, hogy a tudat tapasztalja magát, és egy ilyen megengedésbe vagy már, de attól még látod a világot, még emlékszel arra, amiként annak idején láttad a világot, és pont ezért tudod azt, hogy mások minek látják a világot. Hogyan tudod a kettőt ötvözni, illetve egyé olvasztani? Tehát már ugye nem kettő, de mégis a nézőpontjaink alapján nem, hogy két világ van, hanem ahány nézés, igen, ahány látás. Igen, és valójában ez mind egy. És itt a lényeg. Anno gyerekkoromban meg voltam róla győződve, hogy van két világ. A belső világom, ahol láttam sok mindennek a valóságát, ahol láttam két ember interakciója mögött, hogy mi az, ami zajlik bennük, de amiről sosem beszélnek, sőt le is tagadnak akár. És láttam ugye azt, amiről beszélnek, és amit mutatnak, és amit elvárnak. És aztán sok éven keresztül meg voltam róla győződve, hogy ezt egybe kéne valahogy, hogy gyúrjam. Meg kellene találni, vagy az egyensúlyt közöttük megtalálni. És aztán jött az a fordulópont, amikor azt kezdtem felfedezni pontosan azáltal, hogy az egon túli határtalanság láthatóvá vált, hogy ha nem a bőröm határáig tartok, akkor mindenhol mindenkiben jelen vagyok, és nincs mit összeegyeztetni, hiszen pontosan látom, érzékelem azt, ami itt zajlik, ami ott zajlik, amennyire éppen látom, amennyire mondjuk szeretnék vele foglalkozni, ugye annál inkább kibontakozik előttem, de tehát nem összeegyeztetni kell, meg nem harmóniába hozni, meg nem elfogadni a valótlanságát, vagy a valóságát, hanem megengedni ezt a játékot. Tehát ezáltal, és itt visszatérnék, amit az előbb mondtál, végül is erről nem beszéltem, az ikerláng fogalmát, hogy igen, mivel itt a test, mivel a tudatosság képviselőjeként ebben a testben, és ebben a testben, és az összes testben nyilvánulunk most éppen meg, minden, ami vele jár, ugyanúgy a játék része. Tehát az nem akadály, és nem gát, és nem probléma, amit le kell küzdeni, hanem ezen keresztül tapasztaljuk meg ezt a valóságot. Ezzel együtt, sőt, ekként. Tehát a testként is élem azt, ami vagyok,
azzal együtt, hogy táplálkozom, azzal együtt, hogy a pénzzel foglalkozom, hogy az anyagi javak körbevesznek, hogyha körbevesznek, azzal együtt, hogy barátaim vannak, azzal együtt, hogy párkapcsolatom van akár, és mindennel együtt, ami ennek a része lehet. Persze vannak azok a jógik, akik odafigyelnek, időt, energiát fektetnek abba, hogy megtanuljanak például a gravitációtól függetlenül lebegni, vagy étel nélkül élnek le évtizedeket, és így tovább, és így tovább. Lehet ilyenekkel foglalkozni. Kérdés az, hogy mi ennek a jelentősége. De a tudatosság szempontjából ez teljesen mindegy. Mert minden formában, minden megnyilvánulási formában tapasztalja önmagát. Ennek része az is, aki még nem ébredett föl, az is, aki ezen a folyamaton megy éppen végig, és az is, aki éberen él. Mindannyiunkon keresztül ez a játék zajlik, és ez rendben van. Minek éled meg ezt a játékot, Marella? Egy élet, amelyik itt van, és bele van dobva a mélybe, aztán úsz el. Vagy ez egy tényleg egy fantasztikus, csodálatos lehetőség, hogy egyfajta öntudatos lényként tapasztalhatjuk meg, és most már ez a rész, ez már a jó játéknak egy jó része, amikor felfedi magát az, hogy mi van, miért van, hogyan van, ki vagy te benne. Tehát úgymond tényleg lehult a függöny, és annak, aki akarja, és annak, aki mögé akar nézni a dolgok mögé, vagy bele akar saját magába látni. De van-e jelentőség annak, hogy most mi itt vagyunk? Kinek van? Kinek van jelentősége? Mindennek jelentősége. Mindennek. Ekként élve mindennek látod az értékét. Minden csodaszép. Látod a fájdalomnak az értékét is, látod a gyönyörű kép, szép festménynek az értékét is, látod az egész folyamatnak az értékét, a felébredés szépségét. Az elme teszi fel azt a kérdést leginkább, és tudom, azért tetted ezt is fel, mert nagyon sokan ezt kérdezik, hogy de mi értelme ennek az egésznek, és miért jó is, és utána miért jó, vagy miről szól ez az egész, de ez csak az elme teszi fel ezt a kérdést. Mert igen, nagyon sok dimenzión keresztül át lehet gyalogolni egy ponton túl, hogyha te arra figyelsz. Alternatív valóságokba lehet bekukkantani, a jövőbe, a múltba lehet bekukkantani, lehet csodával határos dolgokat megvalósítani, lehet egy barlangban ülni x évtizeden keresztül. A tudatosság szemszögéből ez mind a gyönyörűség színességének a része. Átalakul a szenvedés ebbe a... Igen. Amikor hirtelen egy csodává válik minden, és... Átalakul a szenvedés, inkább úgy mondom, hogy a fájdalmat tapasztalod, de már nem szenvedésnek éled meg. Tehát mindent ugyanúgy érzékelsz, de nem feltétlenül szenvedsz, mert nincs az a fogalom benned, hogy te kis véges, kis halandó vagy, aminek baja eshet. Most nagyon csúnyán sarkítottam, de a szenvedés az erről szól. A szenvedés azt érinti, aki még be van zárva. Ugyanakkor a jelenlétben ég ez a tűz, amiben folyamatosan, mint a tisztító tűz, égnek el a problémák, és ezzel, akit megérintesz, hogy úgymond valamilyen módon felszabadítasz abból, ami az ő szenvedése, amennyire ő nyitott és engedi, és hagyja, vagy érdekli, és kéri, illetve ebben a tűzben tud épülni mindaz, ami a szemed elé kerül, és értékesnek találod. Most mindegy, hogy mi miatt igazából. Amihez te hozzá tudsz ebben az emberi formában is járulni, ez a tűz is benne ég, és benne ég annak a tűze is, amivel játszol, amivel egy párkapcsolatban mondjuk fantasztikus szexuális tapasztalatokon mész át, illetve osztasz meg a másikkal, vagy másokkal, illetve az édes öröm, ami még ezeket csak szét sem választja, az is folyamatosan jelen van. Megvan az értéke, igen, de ez nem igazán megfogalmazható. Az lenne az utolsó kérdésem, hogy ebből a végtelen lény az önvaló szemszögéből
mit tudsz csinálni azokkal, akik kézzel-lábbal hadakoznak ez ellen, és itt is céle az, hogy itt segíteni, ez egy belső indítatás, hogy ők is ezt hadd éljék meg, de van-e ezen egy kényszer, van-e valami sürgető dolog, vagy igenis mindenki járja végig a maga útján, tehát érzel-e felelősséget adott esetben azon, hogy megmentsél másokat. Mikor látod, hogy baj van, tökéletesen tudod, mi a baj, látod őt, látod, mit játszik, és mondjuk nem kéri. De ha nem szólsz, lehet, hogy ott hal meg a következő pillanatban. Tehát, hogy ez egy összetett dolog, és több irányból is meg lehet közelíteni. És ha bárkinek tudsz bármiben segíteni, attól függetlenül, hogy mennyire vagy éber vagy sem, mégis mindig valahol a bölcsességethez érdemes nyúlni, hogy neki kell-e, szabad-e, mit kell, mennyit szabad, mert tavasszal a tulipánt a földből se lehet kirángatni, hogy gyorsabban nőjön, hogy szebben virágozzon, mert azzal megölöd esetenként. Tehát az első válaszom a kérdésedre, hogy mit kell velük tenni, hogyha tiltakozik ellene, akkor azt mondom, hogy hagyni. Ha olyan szinten tiltakozik, akkor hagyni. Mert akkor még nem áll készen arra, hogy meghalljon bármit is abból, amit mondasz. Ahogyan tudsz mégis ráhatni erre az embercsoportra, az, hogy megmutatod neki, hogy van mód másképpen élni. Hogy elkezdi látni azokat az embereket, akik elkezdenek a fájdalmukból felszabadulni, elkezdenek eredményesebbé, szeretetteljesebbé válni. Ezáltal megérintheted, ha csak szeretetteljesen együtt vagy olyan barátokkal veszed körbe, akiken érezheti, hogy az őszinte szeretet van jelen, ami őnek is segít, akkor is, ha nem közvetlenül van, és ez elindítja benne azt az igényt, azt az érdeklődést, hogy lehet neki is másként. És onnantól kezdve, ha ez már megvan, akkor oda megy hozzád, felteszi a kérdést, vagy csak veled akar együtt lenni, megnyitottad, hogy úgymond, vagy ő megnyílt, inkább ez a helyesebb kifejezés, akkor már tudsz neki segíteni. De van olyan, aki kéri, és mégis kézzel-lábbal tiltakozik. Neki viszont van, hogy kemény tükröt kell mutatni. Azt kell, hogy meglássa, hogy na nézd meg, mit csinálsz. Azt mondod, hogy szeretnél valamit, de nem teszel érte. Mert az az alázat, ami ehhez kell, vagy az az őszintesség, hogy beismerd, hogy hülyeséget csinálsz adott esetben, és öngólokat rúgsz, na ezt kell, hogy megtedd. És vannak olyan ismerőseim, akik elvesztek a spirituális világban is, és bogozgatják, és nagyon előre akarnak jutni, de nagyon ragaszkodnak a kifogásaikhoz, és keményen kell nekik megmutatni esetenként, hogy nézd már meg, hogy mit csinálsz, és utána leghálásabb lesz érte, akkor lehet, hogy nagyon megharagszik rád, lehet, hogy tiltakozik ellene, az is lehet, hogy elmenekül, és az életben nem szól hozzá, de akkor lehet, hogy nem rajtad keresztül, de mégis tudod, hogy szembesült vele, és az ki fog bontakozni valahol, de ha megvan benne, mégis ez a bizalom is veled marad, akkor tudsz neki tovább segíteni, hogy tovább lépjen. Hogy érzed most, mennyire erősít vagy gyengít a szeretet, amikor mekkora hatalmat ad? Ugye az alázat szót említetted, és ez talán lehet, hogy ebben a legfontosabb, itt jelenik meg a legfontosabbnak, igen, hogy mit kezdesz utána ezzel a végtelen erővel, tudással? Ez egyszerre van jelen. Tehát az alázat és az erő egyszerre van jelen. Az a különbség, hogy míg az elme, az ego erős akar lenni, és az erős személyiség jegyekkel próbál meg, hogy úgymond nyomulni, addig az ébrenlétben az erő az már nem a te erőd, hanem az erő, aminek fejet hajtva alázatosan teret engedsz, hogy rajtad keresztül, mint egy eszközként nyilvánulhasson meg. És ez az az erő, amiben egyébként nincs beleszólás. Mert ha megpróbálsz az elméddel, az egóddal beleszólni, akkor egyből jelez. Egyből a saját személyes életedben tapasztalod azt, hogy valami nem oké. Tehát egy ponton túl már nem tudsz olyat csinálni, mert egyből visszaüt, egyből látod, egyből eltipor, vagy egyből valami van. És a legjobb ennek minél előbb fejet hajtani és elfogadni, hogy igen. És igazából ezt is szeretném, mert ez húz legmélyebbről. És amikor ez a szerelem, a végtelen felé irányuló szerelem,
jelen van, akkor nagyon egyszerű ennek fejet hajtani. De ennek egy ponton tudatosítani akár mégis, azt látom. Hát amíg van az a pillanat, valószínűleg ez a pont, amit nagyon sokszor említesz, hogy ezen a ponton túl, ez pont az a pont, amikor tulajdonképpen mindent elnyersz, és mindent el is veszítesz. Igen. Igen. Elveszíted azt, amit eddig gondoltál, hogy kellhet, vagy amivel kapaszkodtál, hogy majd megmenhet, hogy majd eljuttathat valahová, mert a tudatosságban látod, hogy nem fogsz soha sehová eljutni, semmit nem fogsz megkapni, mégis az egész világ a tiéd. De nem a tiéd, mert neked már nincs vele tennivalód, mert az, akinek gondoltad magad, szűnik meg annak az érzete, és akként kezdesz működni, aki viszont örömétlen ebben az egészben. De sokan vannak egyébként, akik így mondjuk nem feltétlenül ez a dolguk, hogy más embereknek mondjuk nyilvánosság előtt beszéljenek, uh-huh. vagy információkat adjanak át, hanem nagyon csendesen uh-huh. élik már ezeket az állapotokat, de valahogy tudunk róluk, tehát ugye uh-huh. itt azért a kapcsolódás, az egymással való kapcsolatunk sokkal élesebben megjelenik már. És ahogy látod például magadat, olyan kis avatárok itt így tényleg egy új típusú emberek nőnek ki, vagy fejlődnek ki itt szépen így a világban, akik utána az illatukkal tudják segíteni a többieket is, és én látom ebben a tendenciát, tehát látok már egyre több embert, aki akár nem tud róla, de ezt éli, akár tudja is csendben, szinte nem ismeri elmondani meg, hát ugye nem azért sem mondja el, hogy ne azonosuljon egy új típusú helyzettel és állapottal, tudatállapottal, megéléssel, de ha így nagyba tekinted, és ezt az egyet nézed, azt az egyet, akiként itt mindenki tapasztal most, ő hogy van most? Hogyan van a végtelen? A lehető legjobban mindig. És ez csoda, ahogy minden formában megnyilvánul. Tehát akik felvállaljuk, hogy szócsőként adjuk át azt, amit lehet, ugyanolyan nagy, vagy inkább kezdeném másként, ugyanolyan nagy jelentőséggel bírnak azok, akiknek a hangját nem halljuk, akikről szinte akár nem is tudunk, vagy csak alig, mint azok, akik szócsökként felvállaljuk ezt, mert lehet, hogy a számok szintjén több emberhez eljutunk azok, akik mondjuk az interneten megtekinthetőek, vagy akik személyesen odaállunk egy csoport elé, és akkor nyilvánosan beszélünk róla, de egyik sem értékesebb, mint a másik, hiszen azt mondják, ugye, hogy ha egy pillanatra rápillantasz a valóságra, már megérte megszületned. Na most, hogyha egy valakit, egy mosolyhoz hozzásegítesz, már akkor megérte. És a látható és a láthatatlan részei egyenlően hatalmas értékkel bírnak. És igazából a tudatosság, a tudat ebben gyönyörködik. Mindennel együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy hamarosan újra látunk téged itt Magyarországon. Köszönöm szépen, és itt lehetek. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!